a karácsonyfa kiállítást a Művelődési Ház galériájában. 8-an neveztek, és 8 egészen különleges karácsonyfát lehet látni. Lehet ezekre szavazni is, mégpedig úgy, hogy eljönnek a jövő héten a Művelődési Ház nyitvatartási idejében, és adunk a látogatóknak egy lebélyegzett papírt, és azt egy dobozba be kell dobni fönt a kiállításnál, és így tudnak az önöknek legjobban tetsző fára szavazni. A fákat megszámoztuk, és csak a számot kell alapokra írni. Ha valaki most szeretné majd megnézni, hogyha vége van az ünnepségnek, azt is megtehet itt a zsíros kenyér és a tea vétele során a kollégáim szívesen adnak egy ilyen lebélyegzett papírlapot, és akkor azzal lehet szavazni fönt a galériában. A másik, amivel készültünk még a vetítést, azt látják a Művelődési Ház ablakában, és van itt egy jégvarázsos falunk, amiben hát nappal majd jobban lehet fényképezkedni. Az ablakok csukhatók, nyithatók, attól függően, hogy a gyerek éppen melyik archelyébe szeretné oda dugni a kis fejét, és a többit be lehet csukni. Úgyhogy én ajánlom ezt is a szülők, nagyszülők figyelmébe, hogy sétáljanak el, és fényképezkedjenek ennél a jégvarázsos falnál, ami itt a téli időszakban itt lesz a Művelődési Ház előtt. Én most szeretném átadni a szót Decman Tibor evangélikus lelkésznek, aki a mai gyertyagyújtáson szeretné önöknek elmondani adventi gondolatait. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Egy ószövetségi szent igét szeretnék felolvasni, és utána néhány gondolatot, mint ahogy az a bevezetőn is elhangzott, hozzáfűzni. Jeremiás igéről van szó, 23. fejezet, 5.-6. vers. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr, ami igazság. Kedves testvéreim, eljön az idő. Ezek olyan szavak, amelyek reményt adnak. Amikor kevés reménye van az embernek, akkor ott vannak gondolataiban és száján is a vágyakozó szavak. Az idő kulcsfontosságú kérdés ezekben a hetekben. Az elmúlt idő, a jelen idő és az eljövendő. Adventünk azért van, mert egyszer már a várva várt Isten fiú eljött, de ígérte, ígéri, eljön újra. Pilinszky János költő mondta, mire is vágyakozunk advent idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-rég megtörtént. Emlékezünk és várakozunk, tervezünk és várakozunk, hogyan fog hozzánk érkezni a karácsony, hogyan lehet megfelelően ünnepelni karácsonyunkat, hogyan tudok valóban felkészülni karácsonyra, amikor azt ünnepeljük, hogy Isten fia született hozzá. Hogyan töltjük ki ezt a két egész hetet, a maradék adventi időt. A karácsonyt megelőző idő a várakozás ideje. Mire is számíthatunk? Mire lehet reményünk? Bárki is azt hiszi, hogy reménytelen időket élünk, attól még nem szabad feladni a reményt. Ez a paradoxon fontos eleme az életünknek. Nehéz a reménytelenség közepette reménykedni, de ezzel az advent idején másképp vagyunk, másképp találkozunk. Az isteni ígéretekbe vetett remények ilyenkor felerősödnek. József Tolliet Közeleg az Úr című verse így szól erről a reményről. Az éjszaka végén nem éjszaka van, hanem hajnal. A tél végén nem tél van, hanem tavasz. A halál után nem halál van, hanem élet. A bizonytalanság végén nem kétségbeesés van, hanem reménység. Az emberi lét végén nem az ember van, hanem az Isten ember. Az advent végén nem a várakozás van, hanem karácsony.
Testvéreim, sok igazságtalanság van ebben a világban. Például az, hogy az emberiség összes tulajdonának mintegy 99%-át 1%-nyi ember birtokolja, vagy másképpen a világ össznépességéből 85 ember tartja ellenőrzés alatt a világ vagyonának a felét. Ezért fontos, amit mond, amit ígér Jeremiás által az Úr, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan király, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Mielőtt Pilátus az igazság után kérdezett volna, Jézus király volt a felől érdeklődött, és akkor ezt a választ kapta tőle. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus következtetése kézenfekvő volt. Talán ilyen lehetett. Nincsen birodalma, nincsenek alattvalói, tehát nem király. Amikor kiadja a megfeszítésre Jézust, azt gondolhatta, végzett Jézussal, végzett ezzel az egész üggyel, végzett Jézus igazságával is. Ez Pilátus és a jeruzsálemi vezetők végzetes tévedése volt, mert Isten igazságának nincsen szüksége támaszra, emberi támogatásra, sem trónra, sem milliók szavazatára. Önmagában teljes a hatalma. Eljön majd az idő, ígéri az Úristen Jeremiás által is, és túl könnyű lenne, persze Jézus eljövetelét úgy értenünk, hogy azzal Isten ígérete már véglegesen beteljesült. Isten most is teljesíti ígéretét, ezért reménykedhetünk vágyakozásaink közepette is. Ezt mondja egy nagy zsidó költőnő, Nelly Sachs. Minden a vágyakozással kezdődik. Mindig több fér a szívbe, szebb, nagyobb. Ebben áll az ember teljessége és befejezetlensége. Nyugalomra vágyik, barátságra, szeretetre. Ahol beteljesül a vágy, ott még nagyobb erővel tör fel. Nem így kezdődött a te megtestesülésed is? Isten, ezzel a vágyódással az ember után. Hadd kezdődjék a mi sóvárgásunk is azzal, hogy téged keresünk, és úgy érjen véget, hogy téged meglelünk. Testvéreim, Jeremiás proféciája teljesen még nem ment végbe, de Isten továbbra is fenntartja a reményt bennünk, hogy fia újra eljön, mert ő Isten, aki előttünk van és nem mögöttünk. Ő ezt számunkra kimondhatatlan reményt képviseli. Ez a jövő kép, ez maga Advent. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretet és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Elbúcsúzott a télapó, hozott.
Néha december, 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 a világ csilingel. Ó, ember, ó, fejét, fázlat, csilingel. Kis csizma, nagy csizma, kettő óra. Jár, piros kis korroddal, színegét foghatnád. Kis csizma, nagy csizma, kell már a szörny kucsma. Hópa, lanszű a kér, megvédem húsra. December, de nem úgy, december fagyot hoz, a világ mégis csak ünnepre haragoz. Hampadó alkonyban, csillaggyújtva ágon, meglátod egyszer csak, itt lesz a karácsony. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow and snow.
számatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek már ma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba nagy örömet mi. Tudod, én nem kellek senkinek sem, túlságosan kicsi és görbe vagyok. Sohasem lesz belőlem igazi karácsonyfa. Ne búsulj, kisfenyő, miért csak neked adok néhány szálat az aranyhajamban. Én meg neked adom a legnagyobb és legfényesebb csillagot, amit találtam az égen. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek már ma este minden pici ablakot. Ajajaj, nekem olyan szomorú a kis szívem. Sírsz, kisfenyő? Tudod, én nem kellek senkinek sem, túlságosan kicsi és görbe vagyok. Sohasem lesz belőlem igazi karácsonyfa. Ne búsulj, kisfenyő, és ha neked adom a szürkülőbogyókat, amiket az erdőben gyűjtöttem, hogy díszítsék az ágaidat. Karácsony, nagy karácsony, díszülj te már!